Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 5 milliárd forintból épült sajtüzem Szekszárdon. 20 millió kilogramm sajtot állítanak elő itt évente. Szeretett lángja, színpadra léptek a segítséggel élő fiatalok. FAD új polgármestere, Bordács József a már folyamatban lévő projekteket szeretné megvalósítani. Vidám park és óriáskerék, minden adott az önfelett kikapcsolódáshoz. 5 milliárd forintos beruházást adtak át Szekszárdon. A Tolnatáj ZRT egy új korszerű üzemrésszel bővült, amely 20 millió kilogramm sajt előállítására lesz alkalmas évente. Ezzel a Tolle lett Közép-Európa legnagyobb kapacitású sajtgyártó üzeme. Közép-Európában nincs még egy ilyen sajtüzem, mint amit a szekszárdi Tolle létrehozott. Az ünnepélyes átadóra szeptember 15-én került sor. Koller Attila ügyvezető igazgató elmondta, nagy mérföldkő ez a cég életében. Az új komplexum évi 20 millió kilogramm sajt előállítására képes, kielégítve nem csak a jelen, de az elkövetkezendő évek folyamatosan szigorodó minőségi és élelmiszerbiztonsági követelményeit is. A közel 5,5 milliárd forintos beruházás keretében létrejött üzem képes lesz választ adni a modern kor kihívásaira, hiszen teljesen automatizált gépsorai segítségével hatékonyan használja fel az egyre szűkösebben rendelkezésre álló erőforrásokat. Az ügyvezető hozzátette, nem tudták volna megvalósítani a fejlesztéseket, ha a magyar állam nem támogatta volna őket. Az átadón Varga Mihály pénzügyminiszter is részt vett, aki emlékeztetett, évek óta figyelmet fordítanak a hazai termelés növekedésére. Az élelmiszeriparban megvalósuló fejlesztések is növekedtek, és nagyon bízunk benne, hogy az a rekord eredmény, amit 2022 első fél évében elértek, összesen 172 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre, az a következő hónapokban és a következő években fog majd, ahogy itt István is mondta, megmutatkozni, hiszen a ma beruházásai adják a jövő eredményeit és sikereit. Az eseményen Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, a Tolnatej ZRT Magyarország legmeghatározóbb teipari vállalata, mely folyamatosan fejlődik. A vállalatnak talán a legnagyobb beruházásának vagyunk a közepén, egy több mint 16 milliárdos fejlesztésnek a közepén, amely beruházás azt célozza, hogy a vállalat a legnagyobb hozzáadott értéket adja a termékeibe, és nekünk fogyasztóknak az asztalára a lehető legjobb minőségű sajtkészítmények kerüljenek. A projekt következő részeként egy új érlelő és csomagoló csarnokot hoznak létre, és a tejfeldolgozáshoz szükséges technológiát is korszerűsítik majd. Javaslatokat tett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kormánynak, hogy hogyan lehetne segíteni a vállalkozásokat az elszálló energiaárakkal vívott harcukban, közölte Parrag László, a szervezet elnöke. Parrag szerint a legnagyobb bajban a legkisebb vállalkozások, mintegy 800 ezren vannak, mert az ő tervező képességük, tőkeerejük nem elegendő arra, hogy hosszú távon túléljenek. Ismét előkerült a vasárnapi boltzár ötlete. Szerinte azoknak van igaza, akik azt hangoztatják, ez egy jó lehetőség lenne a spórolásra. Enyhén emelkedett a fertőzöttek és a betegek száma az elmúlt hetekben, ezért ismét felhívják a figyelmet az oltás fontosságára. Egész Európában, Magyarországon is az Omikron variáns terjed jelenleg. A fertőzöttek jellemzően csak enyhe, közepesen súlyos tünetekkel esnek át a fertőzésen, főként megfázásszerű tünetek, torokfájás, fejfájás, köhögés, orrfolyás alakulnak ki. A láz, a légszomj, az ízérzékelés elvesztése és a szaglásvesztés kevésbé gyakori panasz, a koronavírus.gov.hu oldalon. 2006 óta hagyományosan a szekszárdi szüreti napok nyitó programja a Szeretett lángja elnevezésű összefogás, amelynek keretein belül a segítséggel élő fiatalok színpadi előadását tekinthetik meg a kilátogatók. Idén vakvezető kutya bemutatóval, ügyességi játékokkal és kézműves foglalkozással várták az érdeklődőket. Mindannyian mások vagyunk, bár egyben másban hasonlítunk. Az idei szekszárdi születi napok alkalmával ismét fellobbant a Szeretett lángja elnevezésű programsorozat.
mely hagyományosan a fesztivál nyitó programjának számít már hosszú évek óta. A Szent István téren felállított színpadon 2 órás összeállítást tekinthettek meg az érdeklődők a segítséggel élő fiatalok előadásában. Közös énekléssel és gyertyagyújtással kezdődött a nyitó ünnepség, amit egy mesés színpadi darab követett. Az előadásokon többek között a Hétszínvilág és a Belecskai Otthon lakói vettek részt. Az egyesületünk, a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei egyesülete már hosszú évek óta felvállalta ennek a programnak a megszervezését, hiszen nem szabad hagyni, hogy ez a láng elaludjon. Az országban ez egy kiemelkedő rendezvénynek számít, hiszen hasonló rendezvény, ahol a fogyatékkal élők, segítséggel élők és a barátaik együtt lépnek fel színpadon, külön rendezvény nem, tehát nem valósul meg folyamatosan minden évben. A kulturális és zenés műsorokon kívül fejlesztő és ügyességi játékok is gondoskodtak a jó hangulatról és a szórakozásról. A kézműves foglalkozások keretein belül pedig lehetőséget biztosítottak mindenki számára, hogy megtanulja az origami, vagy más néven a papírhajtogatás alapjait. Tulajdonképpen annyira nem ördögtől való, bár voltak nekem is fenntartásaim, vagy hogy is mondjam, kételkedtem egy kicsit magamban, hogy meg tudom-e csinálni, de aztán végül is... Petőfi Sándor! Úgy ment. Úgy alakult. A színpadi darabok bemutatásában és a felkészítő munkában számos pedagógus is részt vett, akiknek köszönhetően a segítséggel élő fiatalok is megtapasztalhatták, milyen is közösség előtt szerepelni. Mostanában naponta átlagosan 1000 határsértő próbál átjutni a magyar határon, közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György hozzátette, idén eddig 171 ezer határsértőt tartóztattak fel, és 1300 embercsempészt fogtak el. Tavaly ugyanebben az időszakban 70 ezer migránst és 700 embercsempészt fogtak el. Hozzáfűzte, Európa nagyvárosaiban a migráció miatt napjainkra megjelentek a klánok, és van, ahol klánháború zajlik. Kijelentette, nagyon jó lenne, ha az Európai Unió levonná a következtetést a 2015 óta tartó migrációs krízisből, és világossá tenné, hogy illegálisan nem lehet bejutni Európába. Elsősorban a már folyamatban lévő projekteket szeretné megvalósítani FAD új polgármestere Bordács József. Természetesen számos terve és elképzelése is van a jövőre nézve a település vezetőjének. Azonban a községben is nagy gondot okoz az energiaárak jelentős növekedése, így komoly figyelmet kell fordítaniuk a takarékosságra is az elkövetkezendő időszakban. FAD-on a szeptember 11-én megrendezésre kerülő időközi polgármester választáson Bordács József nyerte el a legtöbb szavazatot. Az új polgármester elmondása szerint a közszférában már régóta jelen van, hiszen 8 évig volt a Paksi városvezetés tagja, illetve 2006 és 2010 között a Tolna megyei önkormányzat képviselőjeként is tevékenykedett. Bár jelenlegi pozíciójában még nincs tapasztalata, nagy segítségére van a település egykori vezetője Fülöp János. 17 évig ő volt ennek a településnek a polgármestere. Nagyon sok olyan futó projekt van, futó pályázat, amit még ő készített elő, vagy már elindult, vagy ezután fog elindulni, vagy még hiánypótlás van, tehát nagyon sok dolog van, ami nyilván ugye menet közben vagyunk, hogy úgy mondjam, és hát nyilván ebben is kell az ő segítség, illetve hát a tapasztalatára, 17 év alatt megszerzett polgármesteri tudására is hagyatkozni fogok. Az elkövetkezendő másfél évben Bordács József a már elindított, illetve előkészített pályázatokat szeretné megvalósítani. Több ilyen projektünk is van, a Sertéstelepi útnak a bővítése, felújítása, vagy kint még folyamatban van a temetőben is egy urnatemető kialakítási projekt, ami nem fejeződött be. Aztán belterületi csapadékvízelvezetési projektünk van folyamatban, aminek éppen most szeretnénk megkötni a második ütemre a szerződést. Ezen kívül van egy helyi piac pályázatunk, ami úgy néz ki, hogy évbe ér, és azt is szeretnénk megvalósítani, úgyhogy ezek mindenképpen. Illetve a jövőben egy strandot is szeretnének kialakítani a településen. A polgármester elmondta, FAD-on is nagy gondot okoz az energiaárak jelentős növekedése, így szigorú takarékossági intézkedéseket fognak bevezetni az önkormányzathoz tartozó intézményeknél, amelyeket a jövőben szeretnének minél költséghatékonyabban fenntartani.
Rekordot döntött a kártyás fizetési forgalom és az azonnali átutalás 2022 második negyedévében a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. A jegybank honlapján csütörtökön közzétett elemzés szerint a második negyedévben sem tört meg az elektronikus pénzforgalom dinamikus fejlődése, a legtöbb fizetési mód forgalma jelentősen nőtt. Belföldön az előző év azonos időszakához képest 29%-kal több, összesen 364 millió kártyás vásárlás bonyolítottak le az ügyfelek. A koronavírus járványhoz kötődő utazási korlátozások szinte teljes feloldásával a külföldi vásárlásokban is hasonló változások történtek. A tranzakciók száma 24%-kal bővült és megközelítette a 33 milliót. A hazai készpénzfelvételek száma ugyanakkor kevesebb, mint 3%-kal bővült, ami azt mutatja, hogy tranzakciós célból a fogyasztók már sokkal inkább az elektronikus fizetési módokat részesítik előnyben. A kormányzati tájékoztató portál múlt heti összesített adatai szerint 11.596 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2.070.443 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A múlt héten elhunyt 42 beteg, így az elhunytak száma 47.409 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1.988.759 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 34.275 főre csökkent. Jelenleg 831 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10 vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 3.167-en vannak. A szekszárdi szüreti napok alkalmából vidámpark és óriáskerék is érkezett a városba a számos játék között. Az érdeklődők csütörtök délutántól vehetik birtokba a pörgő, forgó szerkezeteket, és egészen vasárnapig ülhetnek fel rájuk. A helyszínen csak készpénzes fizetés lehetséges. Körhinta, dodgem, céllövölde és rengeteg játék várja a szekszárdi szüreti napokra kilátogatókat, ahol felnőttek és gyermekek egyaránt megtalálhatják a számukra kedvező játékot vagy kikapcsolódási formát. Az idei év újdonsága, hogy Szekszárd belvárosában a szokásos vidámparki játékok mellett egy hatalmas óriáskerék is felállításra került. A Szekszárd álnévre hallgató látványosság egy menet alatt 3 teljes fordulatot tesz meg, így a kabinokban helyet foglalók többször is megtekinthetik madártávlatból a várost. Nagy volt rá az igény, illetve minden városban nagy rá a kereslet. Ezért úgy gondoltuk, hogy itt is megállná a helyét, és a város is igényelte. A Vidám Park hosszú évek óta családi vállalkozásként üzemel, ahova rokonok és hozzátartozók is örömmel segítenek be egy-egy alkalommal. Az utóbbi évek egyik legkedveltebb játékának a dodgem számít, melyből sosem lehet kinőni. Családos apukák, de még 20 éves fiatalok is örömmel ülnek bele az elektromos autókba. A készülődések tegnap óta zajlanak, igazából mindenféle játékaink vannak kisebb-nagyobb korosztály számára. Mögöttem található egy óriás kerék, ezt legfőképpen családoknak ajánljuk. Van dodgem, szintén családi játék, illetve vannak nagy hintáink, extrém breakdance, és mellette találhatóak a nyeremények, lövölde, dobáló. Kisebb gyermekek számára megtalálható lesz majd légvár, körhinta, illetve jumping is. A Vidám Park csütörtök délutántól nyitja meg hivatalosan a kapuit a látogatók előtt, és egészen a szüreti fesztivál végéig, vasárnapig használható. Az óliás kerék közkívánatra viszont hosszabb ideig fog a városban maradni. Regionális híreink következnek. Elektromos tűz, leszakadt vezeték. Közös gyakorlat az áramszolgáltató tampájáján. Hiánypótló módszerek, súlyos beteg gyerekeknek segítettek. Tógazdák gondjairól egyeztettek. Idén is megtartották a hagyományos horgászversenyt. Leszakadt vezeték, elektromos tűz, gyakran riasztják a tűzoltókat ilyen esetekhez. Azonban ezeknél a veszély elhárításához szükség van a közös munkára az áramszolgáltató szakembereivel. Ezt az együttműködést lehet begyakorolni például az E.ON szigetvári tampájáján. Szerdán bemutatót tartottak, amin részt vehetett a sajtó is.
Felső vezetékre dőlt egy fa, ehhez riasztották a tűzoltókat, akik megvárták az áramszolgáltató szakembereit, hogy kikössék az áramellátásból ezt a szakaszt. Ez már egy másik gyakorlat, mezőgazdasági munkagépre szakadt a nagy feszültségű vezeték. A járműben várja a sofőr, hogy kimentsék. A harmadik esetben pedig egy kisház gyulladt ki, amit áramtalanítani kell az oltás megkezdése előtt. Ezt a gyakorlati bemutatót az E.ON szigetvári áramhálózati tampájáján mutatták be a sajtóképviselőinek. Fontos, és ezért kell gyakorolni, a tűzoltók és a villamossági szakemberek közös munkája. A szakmai és emberi kapcsolatokon keresztül, amit a kollégák, mind az áramszolgáltatós kollégák, mind pedig a tűzoltó kollégák el tudnak magukkal vinni, és ezek a megszerzett ismeretanyagok és a megszerzett kapcsolatok ott a helyszínen, éles helyzetben nagy valószínűséggel működni fognak, egy sokkal biztonságosabb munkaterületet és munkavégzést tudnak biztosítani majd. Olyan helyzeteket mutattak be szerdán, amik gyakorta előfordulnak a való életben is. Ezek napi. Sajnos azt lehet mondani, hogy a napi gyakorlatunknak a részei. Persze ebben vannak szezonalitások, hogy egy téli időszakban nagy valószínűséggel egy mezőgazdasági munkabérből nem kell így menteni, de alapvetően ez a napi gyakorlatunknak a része. A tűzoltóság és az áramszolgáltató között már két évtizede tartó együttműködés keretében végeznek ilyen közös gyakorlatokat. Sok riasztást kapnak a tűzoltók olyan esetekhez, amiket most bemutattak a tampáján. Az idei évben is meg 266 eseménynél kellett a kollégáknak tűzesetnél, elektromos tűznél beavatkozniuk. Emellett ugye a viharkárok azok, amelyek nagyon sok esetben a beavatkozásokat igénylik. Itt nagyon gyakori az, hogy az áramszolgáltatónak a kollégáival kell együtt működnünk, itt azért már több mint 1000 esemény van évente, és hát ne felejtsük el azt, hogy amikor egy épített környezetben megyünk, akkor alaphelyzetben lehet, hogy nem az elektromos áram okozza a tűzesetet, vagy azt a műszaki mentési igényt, ami megjelenik, de az elektromos áram ott van a környezetben, és másodlagos veszélyt jelenthet. Ezért fontos az együttműködés az áramszolgáltatóval a tűzoltó ezredes szerint. A szigetvári tampájára idén május óta már 450 tűzoltó érkezett, hogy begyakorolja, mit kell tenni valóságos helyzetben, ahol együttműködve az áramszolgáltatóval közösen tudják csak elhárítani a veszélyeket. A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek nevelését, illetve oktatását segítette az a program, amelyben 3 éven keresztül vettek részt a Kaposvári Napsugár Gyógypedagógiai Központ munkatársai és gondozottjai. A szükséges 45 millió forintból módszertani szakkönyvek születtek, számos fejlesztő eszköz beszereztek, és képzésekre is jutott forrás. Érincs meg a malacot, és hogyha rajta tartod a kezedet, akkor végig megy. Ezzel az új eszközzel a számítógép billentyűzetének a használatára vezetik rá a gyerekeket. Egy pályázatnak köszönhetően ugyanis a mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesülete számos fejlesztő eszközt és udvari játékot is beszerezhetett. Sőt, a szakemberek a módszertani újdonságokat is összegyűjthették. 4 olyan kötetben foglaltuk ezt össze, amiben az értelmi területek fejlesztéséről szól egy munkaterv, van a mozgásfejlesztésről és az önkiszolgálási területekről egy külön munkaterv, van egy pozícionálás, ami azért fontos, hogy a pedagógusok hogyan helyezzék el a gyerekeket a foglalkozáson, tehát ezért hoztuk létre ezt a módszertani anyagot, és van még egy ének, zenevers és mozgásos játék gyűjtemény. Ez a 4 kötet hiánypótló az egész országban, óriási az érdeklődés irántuk. 2006. januárjában változott meg a közoktatási törvény, ahol a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek is bekerülhettek a köznevelésbe, és egyáltalán ennek a nem volt pedagógiai tervező kultúrája, ez egy teljesen új ágként jelent meg a gyógypedagógiában, úgyhogy ez egy hiánypótló dokumentum volt. Pályázati forintokból a módszertani központ dolgozóit is képezték, ami szintén nagy segítséget jelent a fogyatékkal élőket segítők számára. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak egy helyi program, nem csak a Somogy megye egyesület, tehát segítő program, sőt elsősorban nem, hanem az ország gyógypedagógiai intézményeinek a munkáját, és ezen keresztül pedig a fogyatékossággal élő gyerekek fejlődését segítő program.
A mai zárókonferenciára egy őszi műsorral készültek a gyerekek és a segítőik. Majd több szekcióban osztották meg tapasztalataikat a programról. A rendkívüli asszály okozta vízhiány és az emelkedő árak is szóba kerültek nemrégiben azon a közösségépítő horgászversenyen, amelyen a Somogy megyei egyesületek vezetői vettek részt. Az évek óta kifejezetten népszerű rendezvénynek ezúttal is a Kaposújlaki húskombinát tó adott otthont. A megye horgászvezetőinek hagyományos közösségépítő pecáján a jó hangulatú baráti beszélgetések közben idén kevéssé örömteli témák is szóba kerültek. A történelmi mértékű aszály ugyanis egyes tavakban kifejezetten súlyos vízhiányt okozott. Nagyon változó, vannak vizek, amelyiknek tényleg sajnos a befolyó része az teljesen kiszáradt ebben az évben, és 30-40-50 centis vízcsökkenések vannak, vízszintcsökkenések vannak. Nálunk Tókajon, hál' Isten ez nem jelentkezik, mert nekünk van 17-18 forrásunk, úgyhogy mi meg vagyunk áldva, hál' Isten, vízzel. Itt az Andoroknál is úgy néz ki, hogy talán egy 10 centi a hiányzik. Tehát itt kevésbé, de vannak tavak sajnos. Vannak tavak itt Somogy megyében is, amikben most nagyon-nagyon kevés a víz, és épp hogy nem kell menteni a halat belőle. Ráadásul a tógazdáknak nem csak a szárassággal, hanem a növekvő energiaköltségekkel, illetve elszabaduló halárakkal is szembe kellett nézniük. Azért vannak gondok minden egyesületnél, sajnos, mint mindenhol, máshol. Nálunk is problémát okoznak az áremelkedések, aztán a vízhiány, és hát ugye a verseny előtt 1000 kiló, 2 kiló körüli pontyot telepítettünk a tóba, aminek ugye az ára az meglehetősen magas volt, ezért hát az elmúlt 18 évben nem fordult elő, de sajnos évközben emelnünk kellett a napi egynek az árát, mert nem férünk bele ebbe az áremelkedésbe, tehát nem tudjuk ezt így megoldani anélkül. A húskombinát tó versenyén egyébként ezúttal rekord létszámú vezető képviselte egyesületét, hiszen összesen 40 csapat nevezett a Kaposújlaki megmérettetésre. Egy somogyi betyárnak emeltek szobrot nemrégiben Bábony megyeren. Az egykori szökött huszárkapitány Patkos Pista ugyanis sokáig a környéken bujkált, majd a faluban temették el. Somogyi betyárok egyházi szertartás nélkül elásadtak. A temető mellett egy korábban felállított kopjafa is a somogyi betyárok emlékét őrzi Bábony megyeren. A polgármesteri hivatal előtti téren pedig a közelmúltban avatták fel Oroszi Sándor és Oroszi István fazekas szobrászművészek alkotását, amely egy 1862-ben meghalt híres betyának állít emléket. Bábony megyer község településen ápolunk egy legendát, immár 1862 óta Patkó Pista, igazi nevén Tóth István huszárkapitányról, aki a pandúrokkal vívott harc során a Nyimisűrűben halálos lövést kapott, de a Bábony-megyeri temetőben lett eltemetve. Az 1849-től 62-ig a Balaton déli partján bujdosó Patkós Pista alakja a falu zászlaján is megjelenik. Bábony-megyer község címerében egy lovas betyár látható pisztollyal a kezében. A tölgyfa alapra elhelyezett betyár alakot fokos, puska és huszárkard is díszíti. Ha megnézzük a szobrot, nem egészen betyáros ruha van rajta, kicsit a huszároknak a viselete is. Nézzük a kardot, nézzük a zsinórozásokat. A Fejér megyei alkotók műve agyagból készült korongozási technikával. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. 5 milliárd forintból épült sajtüzem Szekszárdon. 20 millió kilogramm sajtot állítanak elő itt évente. Szeretett lángja, színpadra léptek a segítséggel élő fiatalok. FAD új polgármestere, Bordács József a már folyamatban lévő projekteket szeretné megvalósítani. Vidám park és óriás kerék, minden adott az önfelett kikapcsolódáshoz. Pénteken ismét megvastagszik a felhőzet, és egyre több felé kezdődik jelentős esőzés. Jelentősen lehűl az idő, éjszaka borult marad az ég, és kisebb mennyiségben ismétlődő jelleggel továbbra is előfordulhat eső.
Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!